Némileg tornatermi milliót sugárzott a Művelődési Központ színházterme január 9-én délután, ahol kötetlen játékos sportversennyel vette kezdetét az a rendezvény, amellyel a Hódos Imre Sportegyesület emlékezett névadójára, a 90 éve született Hódos Imre birkozó olimpiai bajnokunkra. Mint Kis József, az egyesület elnöke elmondta, megalakulásuk óta minden évben megemlékeznek városunk kiváló szülöttéről, ápolják emlékét. Nekünk ez egy rendszeres folyamat. Minden évben vannak különböző szintű rendezvényeink, ahol eltökélt szándékunk az ő emlékeinek a felidézése, munkásságáról való beszélgetés, és törekszünk arra, hogy ne csak az egyesület tagjai vagy résztvevői ismerjék meg az ő nevét és cselekedeteit, hanem ezt próbáljuk népszerűsíteni, társadalmasítani. A játékos sportversenyen a jelentkező csapatok óvodás kortól középiskolás korig egyrészt fizikálisan is megmérettették magukat, másrészt számot adtak arról, mennyit és mit tudnak Hódos Imréről. A születésnapi rendezvényre rajzpályázatot is hirdetett az egyesület, amelyre igen sok és szép munka érkezett. A színházterem előcsarnokában egy kamara kiállítás is megtekinthettek a vendégek Hódos Imre személyes tárgyaiból, sportrelikviáiból. A rendezvényen felidézték az emlékezetes 1952-es Helsinki olimpiának azt a drámai mérkőzését, amelyen a pontozásos vereség az olimpiai aranyérmet jelentette Hódos Imrének. A Népsport tudósítója július 28-án az első oldalon így számolt be Hódos olimpiai győzelméről. A második mérkőzés a légsúlyú bajnokság döntője volt. Hódost és a szovjet terjent szólították a szőnyegre. A magyar csoport feszülten figyeli a két birkózó minden mozdulatát, hiszen Hódos pontozásos veresége esetén is olimpiai bajnok. Alig, hogy kezet fognak, Hódos azonnal a szőnyegre kerül. Terján kétszer is kiemeli úgy, hogy közben el sem engedi. Hódos jól hidal, feláll, de aztán ismét szőnyegre kerül. Keményen gyúrja Terján, s a magyar sportolók halkan mormolják maguk elé, csak két vál ne legyen, csak két vál ne legyen. Támad Terján! Hódos kapja a taktikai tanácsokat a többi magyar birkózótól. Ülj ki, ülj ki! Hódos ki is ül. Terján most térdel nyomja, s a nyugatnémet Walter, a mérkőzés vezető, felállítja őket. Aztán Hódos keményen védekezik, bontja a fogásokat. Zugapusztítás, hajrá Csita, hajrá Csita! Terján egy fogát sem tud befejezni. Hódos hatalmas lelkesedéssel harcol. Már csak két perc van hátra. Most Hódos kezdeményez, támad, de alig van fogás. Izgalmasak az utolsó másodpercek is, és mikor a mérkőzés befejezése után Terján pontozásos győzelmét hirdeti ki, elemi erővel tör fel a magyar csoportból az ünneplés hangja. Terján pontozásos győzelme Hódos olimpiai bajnokságát jelenti. Az emlék délután vendége volt a Magyar Olimpiai Akadémia tiszteletbeli főtitkár asszonya, Jakab Háziné Mező Mária, aki az akadémia feladatairól szólva az alábbiakat mondta. Magyar Olimpiai Akadémia fő feladata az Olimpiai Bizottságon belül az olimpiai eszmének a továbbvitele, a fejlesztése, megismertetése elsősorban az iskolákkal, de a felnőtt lakossággal is. Ennek érdekében működnek az olimpiai iskolák, sehol máshol nem tudunk arról, hogy Nemzeti Akadémia olimpiai bajnokról nevezne el iskolát. Ma Magyarországon már 22 olyan iskolánk van, amely olimpiai bajnok nevét vette föl. Az olimpiai bajnok vagy odajárt, vagy pedig a kerület, vagy a település lakója volt.
a másik a felnőtt, az olimpiai, felnőtteket foglalkoztató olimpiai körök. Itt a közelben Tiszavasváriban működik nagyon jól a Tiszavasvári olimpiai baráti kör, tehát ezekből a körökből 22-t sikerült már megalakítani meg az Olimpiai Akadémiának. Mint megtudtuk, az Olimpiai Akadémia a gyakorlatban is sokat tesz az olimpikonok emlékének őrzéséért. Néhány évvel ezelőtt szerveztünk olimpiai csoportot, tehát felnőttekkel elrepültünk a adott helyszínekre, ott megkoszorúztuk az olimpiai bajnokainknak az emléktábláját. Azon kívül a másik, amit az előbb említettem, hogy olimpiai körök. Ezek az olimpiai körök ahhoz kapcsolódó olimpiai bajnok nevét viselik, például Keszthely Csík Ferenc, ott született Csík Ferenc olimpiai baráti kör, és így tovább a többi olimpiai bajnok Budapesten a kerületekhez fűződő bajnokok, és akik még élnek, akkor azok az iskoláknak a rendezvényein részt vesznek, tanévnyitó, tanévzáró, díjátadás, tehát ezeket mi ápoljuk gondosan. Habár városunkban nem működik olimpiai kör, de az Egyesület hasonló célokat követ. Kiemelten a birkozó utánpótlás nevelés területén, az Egyesület birkozó szakosztálya ugyanis már az indulás után nem sokkal jelentős eredményeket ért el. Gyerekeink, akikkel szép eredményeket tudtunk elérni az utóbbi időben, tovább lépés szintjén elhagyták az Egyesületet, úgyhogy újonnan kell a létszámunkat megerősíteni, illetve ennek a létszámnak a minőségi képzését is folyamatosan végezzük, úgyhogy a későbbi eredmény, illetve a későbbiekben azokra a szép eredményekre egyelőre várnunk kell. Szintén a rendezvény vendége volt Deák Bárdos Mihály, sokszoros magyar és Európa bajnok birkozónk is, aki sportpályafutásának kezdetére így emlékezett. Amikor megkaptam ezt a meghívást, akkor elgondolkoztam, hogy milyen hasonlóság és milyen közel van nekem Hódos Imréhez. Hát az első és a legfontosabb szerintem, hogy úgy, ahogy Hódos Imre, úgy én is először labdarúgással szerettem volna foglalkozni, mint a 80-as évek vagy 70-es évek végén minden gyerek általában ugye focista szeretett volna lenni, és az akkori nevelőedzőm, aki meglátott a focisták között, azt mondta, hogy mit keresek én az ízelt lábúak között, még engem az Isten is birkozónak teremtett, úgyhogy menjek le birkozni. Ezt az embert úgy hívták, hogy Juhász József, aki sajnos már nincs az élők sorába, 2016 áprilisába vesztettük el. Megmondom őszintén, hogy ez egy olyan dolog volt, ami meghatározta sokra a pályafutásomat, mert egy olyan közösségbe és egy olyan csapatba kerültem a birkozók által, amiben szerettem járni. Mester Lajos, a Hajdú-Bihar megyei birkozó szövetség elnöke, a birkozás szépségére, eszköztelenségére hívta fel a figyelmet. Továbbra is azt mondom, hogy gyertek birkózni, csináljuk a birkózást, hisz ez egy nagyszerű sport, hisz itt ember ellen küzd, itt nincsen segédeszköz, nincs labda. A színháztermi program a játékos vetélkedő nyertes csapatainak jutalmazásával zárul. A születésnapi rendezvény Hódos Imre emléktáblájának megkoszorúzásával ért véget.